Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel személyesen, élőben, az interneten külföldről, az óceánon túlról. Természetesen köszöntöm azokat is, akik utólag felvételről néznek minket. Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik 9-es szintű vezetője. Hálásan köszönöm vezetőnknek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap háziasszonya lehetek. Az előadás alatt érdemes jegyzetelni. Tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk a PPH-nál mindenki tegezi egymást, kortól nem tört függetlenül, olyan ez, mint amikor egy nagy családban vagyunk. Most egy tudatosságfejlesztő előadás következik, amely 18 óráig fog tartani. Takács Jácint vagyok, én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Vas megyéből, Kondorfáról érkeztem feleségemmel, Anasztáziával. Népes családunkban 6 gyermekünk van és 4 unokánk. 1990 óta vállalkozó vagyok. Korábban üzletkötéssel, majd nagy üzlet kiskereskedelemmel foglalkoztam. Jelenleg családi vállalkozásunkban már csak a PPH tanulói csoportszervezéssel foglalkozunk. Én 1994 óta vagyok vállalkozó, először könyvelőként, majd természetgyógyászként dolgoztam, mára azonban én is a PPH tanulói csoportszervezésével foglalkozom. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudásterén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Vezetőnk életküldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Mit szólsz ahhoz a gondolathoz, teóriához, hogy mindjárt mondom, milyen teória lesz. Először is ugye azóta, mióta van egy háború, ugye itt a szomszédban, azóta van egy másik háború is. Ugye az arab-izraeli konfliktus, nem? Tudom, a harmadik talán, vagy nem is tudom, a negyedik, nem is tudom mennyi. Ugye 1947-48 óta. És mit szólsz ahhoz a teóriához, hogy mondjuk azért kell egy ilyen konfliktus létrehozni, mondjuk az izraelieknek. Tehát akár, mondom, teória, tehát akár mondjuk ők finanszírozták, ők csinálták azt, hogy ezt csinálják az arabok, a Hamas. Érted? Miért? Hogy legyen egy háború, és utána el lehessen menekülni. Nem az araboknak, az izraelieknek. És ugye például azok az országok itt Európában,
amely nem fogadják be a menekülteket, fizetniük kell, ugyanúgy, mintha itt lennének a menekültek, csak ugye az EU-nak kell fizetni. Tehát megvannak a kvóták, hogy mennyinek kellene itt lenni, és annak a számában kell fizetni annak az országnak. De ha bejönnek a menekültek, akkor azt a pénzt a menekültek kapnák meg. És akkor mondom tovább a teóriát, hogy ugye megvan ez az államközi megállapodás, ugye tudjuk jól, és akkor ennek a jogcímén az izraeliek bemenekülhetnek Magyarországra, Lengyelországba, Csehországba, vagy egyéb, mit tudom, olyan országba, ahol nincsenek arabok, vagy nem nagyon vannak. Mondod végig. És akkor létrejön az, amit szeretnének már pár évtizede az izraeliek. Én erről a hírről először 94-95-ben hallottam, vagy 93, hogy ők be akarnak ide költözni. Tehát azért mondom, hogy itt már évtizedekről szól a történet. És akkor ugye ehhez, nem tudom, tudjátok-e, hogy a GDP-ink, a magyar GDP, az már a romániai szint alá süllyed. Tehát a románoknak már magasabb a GDP-jük, mint nekünk. Vannak még olyan országok, akik itt az EU-ban GDP szempontból alattunk tartanak, de jó hátul vagyunk ebben a kérdésben. És ugye csinálnak a magyarok, hogyha nehéz itt a megélhetés. Elmennek, kiköltöznek, és akkor elgondolkoznak azon, hogy itt van az ingatlanunk, vajon mit csináljunk vele, eladjuk? Hát miért legyen itt üresen? Hát így is már a belváros jó része az, azt már az izraeliek felvásárolták. Budapest belvárosának jó részét, szépen, sutyomba, de nem csak Magyar Budapest belvárosának jó részét, hanem ugye erről már beszéltem. Szóval gondoljátok, teória, hogy szépen be lehet jönni menekültként, menekült státusszal. Érted? Jó, de nézzük végig. Éppen erről beszélgettem valakivel, és mondtam, hogy régóta vannak zsidó ismerőseim, olyan ismerőseim, akik több is, akikkel együtt is működtem. És megmondom őszintén, igazából nem voltak se rosszabbak, se jobbak a magyaroknál. Érted? Tehát se rosszabbak, se jobbak. Tehát ami azt jelenti, hogy én nem tapasztaltam azt, hogy gond, tehát több gond lett volna, egy picit is több gond lett volna velük, mint a magyarokkal. Na most ráadásul még fehérek, ugyanúgy, mint mi vagyunk, nem? Mi a gond ezzel? Hát inkább fehérek jöjjenek, mint feketék meg barnák, nem? És ráadásul ők nem is szegények. Hát nyilván arról szólna a történet, hogy majd a magyarok azok dolgozzanak nekik, ha ők itt vannak. Nem? Hát jó, de most is dolgozol valakinek, aki ha csak nem vagy vállalkozó, akkor is dolgozol valakinek alkalmazottként. És most magyaroknak dolgozol alkalmazottként?
Hát zömében nem. Hanem kinek dolgozol? Hát valami külföldi valakinek, nem? Hát főleg a multicégnél dolgozol. Ez nem mindegy, legalább egy olyan egyénnek dolgoznál, akit él Magyarországon, érted? És itt költi el a vállalkozásának a hasznát. Tehát most mondok példát. Itt a anyósom mesélte annak idején, hogy a falujukban, Borsod-Abaúj Zemplén, fűzér melletti falu, Vilkeháza, volt egy zsidó család, mikor ők gyerekek voltak. És ugye akkor még javába tartották a vallást az emberek, és szombaton nem dolgoztak a zsidó családban. De még annyit se, hogy a tűzre tegyenek. És olyankor a gyerekek, a magyar gyerekeket hívták, és azok dolgoztak nekik. De megfizették, most mindegy mivel, nem feltétlenül pénzzel fizették meg, de megfizették. Azért, mert a gyerekek megcsinálták szombaton helyettük a munkát. Semmi gond nem volt ezzel. Érted? Tehát, hát hogyha mi vagyunk ilyen, hogy is mondjam, magyarként ostobák, hogy a saját életünk irányítását nem akarjuk a kezünkben venni, hanem minden áron ki akarunk velünk valakit szolgálni, akkor miért ne olyanokat szolgáljunk, akik itt élnek, nem? Most nem rólam van szó, mert én akkor is saját vállalkozást fogok üzemeltetni. Érted? Csak azért mondom, hogy mi magyarokról beszélünk, és ugye én is magyarnak tartom magamat. Ráadásul ugye erről is beszéltem régen, hogy tudnak így majd bejönni, hát megmentőként. Tehát az egész megnézed, ez, mondom, ez egy teória, de sajnos a teóriáim is beszoktak jönni. Szóval, és ez a gondolat, megmondom őszintén, most hirtelen ez, amit most elmeséltem, nem is tőlem származik, hanem valakit a PPH-sként említette ezt a gondolatot. Oké, hogy ez neki jött ez a gondolat, hogy ez a háború tök jó arra, hogy kimeneküljenek az izraeliek az arab nyomás alól, érted? Tehát érdekes világunk van. Na most, ugye nekünk az a küldetésünk magyaroknak, mi a küldetésünk? Hogy egy magasabb rendű tudást juttassunk el az emberiség számára. Oké? Okay? És hát ehhez, hogy egy ember magasabb szintű tudást tudjon eljuttatni az emberiség számára, illetve emberek ezt meg tudják tenni, ahhoz nyilván arra van szükség, hogy valaki fejlődjön, nem? Tehát egy alulfejlett, szellemileg alulfejlett ember, az olyan nagyon nem fogja tudni ajánlani, hogy gyere ide tanulni, és akkor azt mondja neki, hogy aha, hát olyan hülye vagy te, mint a sötét éjszaka, hát rajtad nem látszik, hogy itt tanulsz. Tehát nyilván ez mit vár el az embertől, hogy fejlődjön, nem? Tehát onnantól kezdve tudjuk teljesíteni azt a küldetést, nem, hogyha fejlődünk, hogy minél több tudással megajándékozzuk az embertársainkat. Nem? Szó szerint. Hogy az életükben sokkal, de sokkal
könnyebben boldoguljanak, nem? Na most, ha mondjuk nekünk magyaroknak ez a dolgunk, akkor mondhatjuk azt, hogy kit érdekel, hogy mi van a világban? Érted? Ha mi tudjuk végezni a dolgunkat, nem? Már pedig tudjuk végezni a dolgunkat. Egyre könnyebben. Minél jobban nehezül a világunk, minél jobban elégedetlenkednek az emberek, annál jobban tudjuk végezni a dolgunkat. Oké? Okay. A megelégedettség, az nem hoz el jobb életet. Tehát ugye van egy ilyen mondás, hogy a jó élet a legnagyobb megrontója egy kiváló életnek. Tehát a megelégedettségből nincs egy még jobb élet. Szépen el lesz érve, hogy az emberek ne legyenek túlságosan megelégedve. Hát most gondold végig, ha te lennél ennek a bolygónak a felelőse. És azt akarnád elérni, hogy az emberek fejlődjenek, hogy legyen egy jobb világuk, és visszakerülhessenek a magasabb létformába, abba, ahonnan jöttek. De az emberek azt csinálnak, amit most csinálnak az emberek. Hogy igazából úgy el vannak a saját kis maguk világában. Akkor mire törekednél? Hát, hogy ebből a saját világukból kimozdítsd őket, nem? És jó dolgokkal ki tudnád mozdítani a saját világukból? Hát óriási tévedésben vagy, ha azt gondolod, hogy egy embert jó dolgokkal ki lehet mozdítani a saját világából. A többséget rossz dolgokkal lehet kimozdítani a saját világából. Éppen mondtam valakinek, hogy mit tudom én, van egy vállalkozó, aki hosszabb ideje vállalkozó. És jól megy neki a vállalkozás, jó a bevétele. Akár alkalmazottja is vannak, most ebből a szempontból tök mindegy. Na most, hogy tud abból tovább lépni? Hogy tud abból fejlődni? Hogy? Hagyományos vállalkozásokból? Sehogy. Ha egy ember tovább akar lépni, tovább akar fejlődni, úgy értve, hogy nem a vállalkozásból tovább lépni, hanem a tovább lépés az, hogy jó, hát megvan mindenem, az nem tovább lépés, hogy mondjuk járt a Kanári-szigeteken, és akkor azt mondja, hogy hát akkor már a Bahamákra akarok menni. Nem tovább lépés, érted? Hát eddig mit tudom én mondjuk, egy nyaralására 1,5 milliót költött, akkor mondjuk már olyanra megyek, ahol nem 1,5 milliót költök, hanem 3-at egy nyaralásra. Ez nem tovább lépés. A tovább lépés az a szellemi fejlődés. Ez a tovább lépés. Na most, egy olyan világba érkeztünk, aki nem hajlandó tovább lépni, az készüljön a halálra. Ennyi, pont, kész. Nyugodtan tudod mondani, belelátok az életedbe. Ha te nem akarsz fejlődni, készülhetsz a halálodra. És ez valóban így van. Oké? Okay? Valóban így van. Ennyi. Nem arról szól a történet, hogy valaki szervez vagy nem, nyilván az több segítséget kap majd, aki szervez, nyilván a fentiektől is.
De itt arról szól a történet, hogy az egyének fejlődjenek, és sokkal jobb emberekké váljanak. Hát figyelj, buszt kell vezetni, vonatot kell vezetni, kalauznak is kell lenni, kenyeret is kell valakinek sütni. Nem kell mindenkinek a PPA-t szerveznie. Oké? Villanyt is kell szerelni, házat is kell építeni. Nem kell mindenkinek a PPA-t szervezni. PPA-t azok fogják szervezni, tehát hogy a tanulók legyen emberek, azok fogják szervezni a PPH-t, akik akarják. Akik nem akarják szervezni, azoknak nem kell. Persze azok nem fognak tudni olyan tempóba fejlődni, mint akiknek van saját csapatuk. Ez egyértelmű. De itt arról szól a történet, hogy az emberek jöjjenek fejlődni. Nem tanulni, fejlődni. Érted? És ha valaki a nem fejlődést választja, készüljön a halálára. Ennyi. Nincs más út. Ezen a bolygón megszűnt a más út. Világos ez? Nincs más út. Van 11 évünk. 12. Mennyit? 11 elmúlt. Igen. 11 elmúlt. Túl vagyunk a felén. Oké? Nem 11, 13 múlt el, bocsánat, 2010-től 13. 13 év elmúlt. Túl vagyunk a felén, jócskán. Nincs idő tökölni. Érted? Tehát akik szervezni akarnak, ők jöjjenek és szervezzenek. És éljenek boldogan, mert ez így fog működni. Érted? Azok megkapják a szeretetet, az egészséget, az elismerést, a szabadságot, és a pénzt, az elég pénzt. Ennyi. Többiek is fognak fejlődni, mert akarnak. Ez a kérdés mindig, hogy mit akarsz? Érted? Ha valaki akar fejlődni, fog fejlődni. Ha valaki gyorsabban akar fejlődni, olyan nincs. Szervezés nélkül. Csak szervezéssel van gyorsabb fejlődés. Oké? Tehát, ha te azt gondolod, hogy na ez a pedlacsik, meg a hülyeségeket beszél, én meg erre azt mondom, hogy úgy is úgy lesz, ahogy én most kimondtam. Világos ez? Tehát én egy, nem csak egy tudásátadó vagyok, hanem egy hírnök is. A fentiek hírnöke. Oké? Na most gondold végig, ha egy olyan korszak lesz itt a bolygón, az emberek fejlődése véget, hogy az emberek szeretik egymást, békében, boldogságban tudnak együttműködni, hisznek egymásban, érted, és ezért képesek az együttműködésre. Hú, de szar lesz! Ugye nem gondolod komolyan, hogy az rossz lesz. Tehát egy jobb világot kell létrehozni. Nem akarunk, kell. Érted? Kell létrehozni. Tehát nincs más út, nincs más választás. Vagy teszünk azért, hogy egy jobb világ legyen, vagy mi is megyünk a süllyesztőbe. Tehát azért vagyunk itt, hogy tegyünk azért, hogy legyen egy jobb világunk. És akkor gondold végig. Most a jelenben kellene ezt végig gondolnod, hogy lesz egy jövő. A jövő az kétféle. Vagy megyünk a süllyesztőbe,
Vagy büszke vagy arra, hogy mennyit tettél azért, hogy itt aranykor lehessen. Világos? Ez van. És van, aki büszkébb lehet majd arra, hogy mennyit tett azért, hogy itt aranykor lehessen. Valaki kevésbé lesz büszke, de büszke lesz. Érted? Ez nem majd kell ezt végig gondolni, ezt most a jelenben kellene végig gondolni. Most van itt az ideje, hogy az ember ezt végig gondolja. Mit szeretnél? Érted? Tehát ez az egész világ arról szól, hogy lehessen aranykor, és minden nehézség, ami ezen a bolygón van, azért van, hogy lehessen aranykor. Mert a tudatlan ember az magától nem ébred fel. Érted? Ahhoz kell egy nagyfokú tudás, hogy az ember felébredjen. Tehát az emberi élet az több annál, mint amit látunk, hogy hogy élnek az emberek. Az emberi élet arról szól, hogy van bennünk egy értelmes energialény, amely végtelen élettartammal rendelkezik, és végtelen tudást tud befogadni. És végtelen módon tud fejlődni. Van bennünk egy ilyen lélek. És ennek alapján kell működnünk. És várjuk azokat az embereket, akik szeretnének egy korszak alkotásban részt venni. Akik el tudják azt képzelni, hogy büszkén gondoljon a múltra, és ő rá is büszkén gondoljanak majd más emberek. Úgyhogy egy csodálatos világ van a jövőben, és a csodálatos világot azt a történelemben mindig úgy jött létre, hogy a legsötétebb korból, érted? Tehát tudjátok, hogy az a sorrend, hogy aranykor, ezüstkor, bronzkor, vaskor, aranykor. Majd megint. Ezüstkor, bronzkor, vaskor, aranykor. De ez nem a fém felhasználás. Oké, amikor azt hallod, hogy az ókorban bronzkor volt, tehát bronzzal dolgoztak, az akkora hülyeség, hiszen acél kardjuk volt. Hát acéllal kardoztak. De ezt a baromságot, mikor azt mondják, hogy bronz szerszámaik voltak. Tehát acél kardjuk volt, bronz szerszám. Mi? Tehát acél kardot tudtak csinálni, és nem tudtak csinálni acél szerszámokat. És te ezt elhiszed? Hát az összes harcosnak az ókorban acélkardja volt. És nagyon-nagyon régóta van acélkard. Sok-sok ezer éve van acélkard. A bronzkor azt jelentette, hogy a bronzkorszak volt. És a bronzkorszak után jött a középkorral a vaskor. Érted? A vaskorszak. És most van a vaskorszaknak a vége. Érted? Most kellene jönni az aranykorszaknak. De nincs aranykorszak, aranykor, az emberek személyes fejlődése nélkül. Tehát olyan jól megfogalmazzák ezt a bronzkort,
Tényleg bronzkor volt. Tehát egy magasabb fejlettségi szinten voltak akkor még az emberek. A vaskor azt mutatja, hogy visszafejlődtek szellemileg az emberek. És az azt jelenti, hogy egy alacsonyabb anyagszinten működnek. Világos ez? Az arany az a legmagasabb fémszint, érted? Tehát annál magasabb fémszint nincs. Az arany a legmagasabb fémszint. Az a legértékesebb fém. Oké? És gondold végig ahhoz képest, ugye az ezüst már kevésbé, a bronz még kevésbé, a vas még kevésbé. És ez szemlélteti az anyaghoz való hozzáállásunkat. Tehát úgy fejlődött vissza az emberiség, ahogy visszafejlődött, ez a fajta aranyból a vas. Érted? Értékben. Értékben. Tehát most szellemileg egy ember sokkal lejjebb van, mint az ókorban volt. Hiszen akkor bronzkor volt. Okay? De most van egy lehetőségünk arra, hogy csináljunk egy aranykort. Tehát az ókorban nem tudtak létrehozni aranykort, mert az ókor után vaskornak kellett bekövetkeznie. Tehát a vaskorból pedig nem lehet létrehozni bronzkort vagy aranykort, mert csak egy lehetőség van az aranykoron kívül, a pusztulás. Nincs más. Tehát ezért, aki nem tesz az aranykorért, az pusztulni kénytelen. Világos ez? Az pusztulni kénytelen. Tehát egy csodálatos dolog, amit csinálunk, tessék megtapasztalni. És akkor ennek van egy olyan része, ami ehhez a korszakhoz alkalmazkodik. Vaskorban élünk, az embereknek nagyon fontos az anyag. Az anyagot most úgy tudják megkapni, minden egyes ember bolygón, hogyha van elég pénze, nem? Vagy rosszul látom? Tehát az embernek van elég pénze, akkor hozzá tud jutni az anyaghoz, nem? Gondoljátok végig, mint tudom, van egy dúsgazdag ember mondjuk, tele van vagyonnal meg pénzzel, ugye a vagyon az anyag, nem? És akkor azt mondja, hogy hát már meguntam a régi öreg feleségemet, már le kellene cserélni valami unokakorúra. Mert ez van, nem? És akkor gyakorlatilag a pénzéért megvesz egy anyagot. Érted? Tehát egy olyan hölgyet, aki szinte unokakorú, nem? Na most hallottam egy ilyet, hogy hogy tudom én, 70-valahány évesen lett gyerekem, meg 80-valahány évesen, tehát több ilyen példát is olvastam. De itt magyarokról van szó, 80-valahány éves, de ilyen jómódú emberekről van szó. Gyereke lett, 81 évesen gyereke lett. Férfi, nem nő, persze. 81 éves nőnek már nem tud gyereke lenni. De 81 éves férfi, és Maria mondta, hogy hát lehet, hogy mélyhűtve volt neki a... Szóval, és gondold végig, ő mit vesz? Hát biztos egy szellemileg szuperfejlett csaj, nem? Ki van csukva?
Tehát gyakorlatilag ő a pénzért megvesz egy anyagot, nem? Aki jó alacsony szinten helyezkedik el szellemileg, főleg azért, mert a idézőjelben a nagypapájával szeretkezik, nem? Nem tudom, te mennyire szeretnél egy nagypapakorú, hozzád képes nagypapakorú emberrel szeretkezni, nem? Furi lenne, nem? Nagyon. Szóval fura lenne. Tehát ő megvesz egy anyagot. Érted a pénzért? Ezt most csak azért mondom nektek, hogy tisztán és világosan lásd, hogy az anyaghoz milyen szellemiség kapcsolódik. Tehát akár egy nőt meg lehet venni pénzért, érted? És mi köze annak a szellemiséghez, annak a nőnek, vagy a férfinak? Hát semmi. Semmi. Tehát egy ilyen világban élünk. Egy olyan világban élünk, ami lassan az embereknek természetes, érted? De ha valaki egy kicsit konzervatívabb gondolkodású, akkor fogja a fejét, hogy Atya Isten, mit vannak ebben a világunkban? Nem? Én inkább ebbe tartozom, ebbe a konzervatív gondolkodású emberek közé, hogy elfogadom, semmi gondom nincs ezzel. Csak azt mondom, hogy te jó Isten, hogy ennyi eszük legyen embereknek. Érted? Magyarul semmi. Az ennyi ezt jelenti. És emiatt fogja az ember a fejét, érted? Nem azért, mert nem fogadom, mert aztán, nekem aztán mindegy. Nekem hova nem lesz se kevesebb, se több, se jobb, se rosszabb, érted? Legfeljebb az ember jót mosolyog rajta, hogy ilyen történések vannak. Szóval egy érdekes világban élünk, tehát hogy szemléletesen lássad, hogy mit jelent ez a vaskor, érted? Amikor az emberek szellemileg olyan szintre süllyednek, hogy semmi nem fontos az életükben, csak az anyag. Érted? Nem számít, hogy a unekája korú nővel nem tud semmiről se elbeszélgetni, az nem számít, érted? Mert ha már valaki két ember tud egymással közös témáról beszélni, akkor már szellemileg ugye egész jó helyzetben vannak. De egy olyan ember, akik közt van, mit tudom én, 50 év korkülönbség, vagy 40 év korkülönbség, tök mindegy. A mindennapokban miről tudnak elbeszélni? Miről? Hát ott generációs különbségek vannak, jelentős. Esetenként simán két generációs különbség. Jó, tehát mondom, ezt csak szemléltetésként mondom, hogy milyen világban élünk. De nehogy azt mondjátok, hogy az a normális világ, amiben élünk. Tehát az a normális, hogy mit tudom én mondjuk, a férfi nem tud bánni a nővel, a nő nem tud bánni a férfival, de a férfi szeretné azt, hogy ő neki mi a jó, és akkor azt mondja, hogy alatt keresek egy másik férfit, mert az is tudja, hogy a férfinek mi a jó. És akkor ők létesítenek mondjuk szexuális kapcsolatot. Vagy fogja az egyik, a másik ilyen nő, aki nem tudja, hogy hogy kell bánnia, nem kapja meg ugye a férfitől azt, hogy mi neki a jó, de hát az tudja, hogy hát a nőként, a nőtársam az biztos tudja, hogy nekem mi lenne a jó, és akkor összehozom magam egy másik nővel. Érted? És akkor ez így tök természetes ebben a világban lassacskán, nem? És még az a nem természetes, hogy nem ilyen vagy, nem? Lassan már ott tartunk.
Szóval mondom, de ezt ha jobban megnézitek, ez tisztán az anyag, semmi más. Ez a vaskor. Ez a vaskor következménye. Ezekre nem kell csodálkozni. Ez így működik. A vaskor az teljes egészében az anyagról szól. Tehát nem arról szól, hogy mit tudom én, egy férfi meg egy nő, az általában ellentéte egymásnak. Vagy nem? De. És ezáltal kiegészítik egymást. Két nő hogy fogja magát kiegészíteni? Vagy két férfi hogy fogja magát kiegészíteni? Sehogy. És akkor miről szól a történet? Hogy azért kell az azonos, nem? Mert az akkor szexuálisan ki tudja elégíteni. Érted? Na most a szexualitás az a leganyagabb dolog, ami létezik. Oké? Tehát van, akik ezért születnek vissza a földre, mert olyan jól esett az előző életemben a szexelés, mert más nem érzett jól, csak a szexelést, érted? És akkor visszakívánkozik, hogy szexeljen. Hát basszus kulcs! Milyen társadalom az, milyen szintű társadalom, hogy az a legnagyobb öröm, amit a szexben megélnek, érted? És másban nem tudnak örömet lelni, érted? Csak a szexben. Milyen társadalom az? Milyen szintű társadalom? Tehát nem vagyok a szex ellen, most ne egy félreérsz. Nem le akarok róla beszélni. Még véletlenül se. Főleg, ha jól csinálod, akkor meg aztán végképp nem. Hanem ugye arról szól a történet, hogy átlássuk ezt. Hogy nem csak abból kellene az örömet megszerezni, hogy az ember ilyen anyagi dolgokból próbál örömet szerezni, érted? Az sokkal nagyobb öröm, mikor az emberek fejlődését látod. Az sokkal nagyobb öröm, mikor az emberek megköszönnek neked dolgokat, érted? Amit értük tettél. Az sokkal nagyobb öröm, amikor azt látod, hogy annak hatására, amit csinálsz, emberek jobbá válnak. Az a jobbá válás kezdődik azzal, hogy mondjuk jobb hangulatú lesz. Érted? Tehát gondold végig, a bolygón van 8 milliárd ember. Van a világegyetemben, értelmes lény, ennek úgy a milliárdszorosa, legalább. Mondom, milliárdszorosa. Értelmes lény a világegyetemben. Jó? És akkor itt van az ember, ezzel a maga kis 8 milliárdjával, és ott van az a rengeteg másik értelmes lény, a maga sokszorosának a számával, és basszus kulcs, ők nem szexelnek. Na erre van gomba. Mondhatod azt, hogy nem tudják, mi a jó, persze. De csak azt akarom szemléltetni, hogy nem azért kell működni, érted? Tehát az nem cél, az ösztön. Tehát a szex az nem cél, az ösztön. Érted? A faj fenntartás az nem cél, az ösztön. Érted? Nem cél. Az anyag az nem
cél, hanem szükséglet. Érted? Az nem cél. Annál sokkal nagyobb célok vannak a világegyetemben. Sokkal, de sokkal nagyobb célok. Na most gondold végig, itt van ez a rengeteg naprendszer. Itt van ez a rengeteg galaxis. Itt van ez a jó pár univerzum, ami van. Mert nem egy univerzum van, hanem több. Azon belül ott vannak a napok, ott vannak a bolygók, ott vannak a bolygók holdjai. Ezek közül vannak, amelyeken van élet, van, amelyeken nincs élet. És ezt mind létrehozták. Ez egy se jött létre magától. És ezt mind értelmes lények hozták létre, és nem olyanok, akiket úgy hívnak, hogy ember. Oké? Okay? Hanem olyan lények, akik az embernél sokkal, de sokkal többet tudnak. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogy ez a rengeteg nálunknál sokkal értelmesebb lény létrehozta a világegyetemet. És azon belül minden létrehozta. Gondolod, hogy nem lehették benne örömüket? Tehát nem lehet, hogy a teremtésben több öröm van, mint az anyagban. Úgy véletlenül, nem lehet. Tehát nem lehet, hogy úgy kellene hozzáállni az anyaghoz, hogy teremtek, és akkor az anyag rendben lesz az életemben. Érted? Nem lehet. Nem lehet, hogy a szellemi képességeinket kellene használni sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy eddig használtuk. Nem lehet. Tehát feltétlenül csak a fizikai valóságban kellene működni. Nem lehet, hogy a teremtő energiánkkal sokkal többre lennénk képesek, mint eddig gondoltad. Én nem azt mondom, hogy nem lehet, hanem tudom, hogy így van. Tehát gondold végig, benned ugyanaz a lélek van, mint akik megteremtették az egész univerzumunkat. Ugyanaz a lélek. Csak van benned mondjuk egy borsónyi lélek, mondjuk bennük, nekik meg van egy mondjuk helikopter méretű lelkük, érted? De tudod miért? Mert a tudás növelte meg olyan méretűre a térfogatukat. Érted? A tudás. Nem az anyag. A tudás. És nem szeretnéd mondjuk visszakapni az előző életeidnek a tudását? Nem szeretnéd visszakapni mondjuk abból az időszakból a tudásodat? Amikor még mondhatjuk azt, hogy nem ember voltál, hanem fénylény. Tehát fénylény. Egy olyan lélek, amelynek nem volt szüksége testre. Most mondjuk lehet, hogy így éltél, tudom én, 1 milliárd élet. És lehet, hogy részt vettél például abban, hogy itt van ez a bolygó, és létrejött, érted? És nem akarod ezeket esetleg visszakapni? Ezeket az információkat?
rápüszköltél, akkor igaz. Hát vissza akarod kapni, nem? Hát ez az ember célja, hogy ismét olyan tudással rendelkezzen, mint lélek, illetve többel, mert ugye itt nagyon sokat megtapasztaltál itt a földi létedben, mindegy, hogy egy, vagy kettő, vagy három volt, vagy öt, vagy tíz, annyival több tudással rendelkezel ahhoz képest, mint amit fénylényként megéltél. A múltkor lefotóztunk olyan képeket, hogy itt voltak a fénylények. Láttátok a szemináriumi képek közt? Tehát szó szerint láthatók voltak. Márciusi szemináriumot kell megnézni, ha jól emlékszem. Jó? Tessék megnézni. És nem borsonyi méretűek voltak. A legkisebb is ilyen kisebb labda méretű volt. Szóval, itt van egy világunk, amivel nem vagyunk elégedettek. És tudjuk azt, neked is tudnod kellene, hogy mi képesek vagyunk rendbe hozni ezt a bolygót. Érted? Akkor, hogyha az emberiség is rendbe jön. Érted? És tudjuk azt, hogy át tudjuk adni nekik a tudást. És tudjuk azt, hogy át kell adni a tudást. Itt van egy csodálatos világunk, és lesz egy csodálatos világunk. Gondold végig, ha itt rendben lennének a dolgok. Most mondok példát, jó? Én megéltem azt a korszakot, mikor ugye az emberek viszonylag elégedettek voltak. Ezt lehetett látni itt a szocializmusban, és lehetett látni, hát én nem voltam nyugaton a szocializmusban, csak a vége felé, de hát ugye ott volt egy életszínvonal, egy viszonylag magasabb életszínvonal, sokkal akár magasabb, mint nálunk átlag életszínvonal. És abban az időszakban senki nem akart szellemileg fejlődni. Azt se tudták, mi az. Érted? Halvány lila duzdjuk nem volt arról, hogy mi az, hogy szellemi fejlődés. Legalább most már az emberek kezdenek ebben tisztába lenni, hogy van szellemi fejlődés, van személyiségfejlődés, van üzleti lehetőség. Kér? Három célcsoport. És lehet ezekben valamit tenni, érted? Magunkért, magunkért. Azért mondom így, mert ki hogy gondolja. Én úgy gondolom, hogy másokért, és azzal teszünk magunkért is, hogy teszünk másokért. És tök jó, hogy az emberek ilyenek, sőt rosszabbak lesznek, mert annál nagyobb eredmény onnan felemelni az embereket, érted? És ugye azokat fogod tudni felemelni, akik fel akarnak emelkedni. Akik nem akarnak felemelkedni, azokat nem tudod úgyse felemelni. De akik fel akarnak emelkedni, nem mindegy, hogy egy kicsit tudsz rajtuk javítani, vagy sokat tudsz rajtuk javítani. Más az eredmény. Tehát ugye nekem az alapszakmám az autószerelő. Nem mindegy volt eredménybe, hogy egy kis hibát kijavítottam, vagy egy nagyon nagy hibát kellett megjavítani. És utána ment jól az autó, érted? Mikor a nagy hiba ki lett javítva. Nem ugyanaz az eredmény, nem ugyanaz a végeredmény.
Nem ugyanaz a sikerélmény, érted? Nem ugyanaz az öröm, hogy megcsinált az ember valamit. Tehát amikor nagyobb eredményt kell elérni, az nagyobb örömöt jelent. Számodra, és mindenki számára. Érted? Hát nem baj az, hogyha olyan emberekkel találkozol, akik tudom én, akár nemet mondanak, nem baj. Nem baj. Tudod, mit kívánok neked? Sok nemet kapjál. Tudod miért? Mert akkor sok igent is fogsz kapni. Oké? Mert az biztos, hogy minél több nemet kapsz, annál több igent fogsz kapni. No, úgyhogy egy nagyon szép dolgunk van, nagyon szép feladatunk van. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat itt a hétvégén. Remélem, hogy tudtatok tanulni most is bőven a hétvégén. Ugye, mert akik ti akik nem tanultok itt. Ti csak azt látjátok, hogy mi van a díjmentesben. És nem láttok mögé, hogy milyen tudást adunk át az embereknek. Azt nem látjátok. Tehát az információ és a tudás közt óriási különbség van. Az első rész az csak egy információ. A második rész tudás az azt jelenti, hogy módszerek. Módszerek. Tehát, hogy ide érdemes lenne eljutni, az egy cél. Hogy kell oda eljutni, mi módon, mivel, stb. Stb. Az a módszer. Érted? És akkor itt nálunk mindenre van módszer. Mindenre. És ebben te nem látsz bele, mert nem vagy itt tanuló. Ezért ugye javaslom, hogy keressél egy PPH-st, és kérd meg, hogy egy ilyen kisebb részbe beletekinthess. És akkor ő elmondja, hogy mi ennek a feltétele, jó? Tehát, hogy lássad, hogy mit tanulnak itt az emberek. Miért vagyunk ilyen sokan? Miért vagyunk piacvezetők ezen a területen? Érted? Miért tudjuk a legtöbb embert mit tanítani most itt Magyarországon ilyen dolgokra? Ugye ez milyen dolgok? Ember és életismeret, probléma megelőzés, probléma megoldás, célok megvalósítása, szeretet elérése, és ehhez kapcsolódó egyéb dolgok. Hogyan tudja az ember megvalósítani, hogy egészséges legyen, szabad legyen, kapjon elég elismerést, legyen elég pénze. Itt meg lehet valósítani ezt mind, nem kell ahhoz máshol keresgetni. Ez az a hely. Nem tudsz sehol, máshol, együtt ezeket, nem tudod sehol, máshol együtt ezeket megkapni. És itt átadjuk ezt neked. És várunk szeretettel, köszönöm szépen a figyelmedet. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem, hogy azóta is itt tanulok a PPH-nál. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító képzései által az életemben
sokkal jobban tudok bánni önmagammal, a párommal, a szüleimmel, gyermekeimmel, a munkámmal, és egyszerűen nem lehet elmondani, tehát aki nem tanul itt, az el se tudja képzelni, hogy milyen változáson mehet át az élete. Ezért azt javasolnám, hogy gyere, próbáld ki, kezd el, és vegyél részt velünk egy korszakalkotó, bolygószinten teljesen egyedülálló, olyan fantasztikus lehetőségben, ami az egész világot megváltoztathatja. Hogyha ez felkeltette az érdeklődésedet, akkor nagyon sok szeretettel várunk köztünk. Én is köszönöm Terlecsik Miklósnak ezt az előadást. Nagyon jó volt, mint minden előadás. És ahogy Jácint mondta, ugye nekem is a legjobb döntés volt, az első döntés, az első legjobb döntés ő volt. Köszönöm. És aztán az együttes, közös, jó, nagyon jó döntésünk volt, a legjobb döntésünk, az, hogy ide jöttünk tanulni. És én már 6 éve tanulunk itt, Szedlacsik Miklóstól. Hát ezek alatt, az évek alatt nagyon sokat változtunk, nagyon sokat fejlődtünk, és nem csak idegenek mondják ezt, mondjuk aki egyszer látott, vagy egyszer hallott, hanem a saját családunk is. És azt gondolom, hogy a saját családunk az, aki régen ismert minket, és aki észreveszi bennünk a változást, az talán a legfontosabb, mert ők eleve az ő számukra be vagyunk valahova kategorizálva, és akkor olyanok vagyunk mi. De amikor a családunk észreveszi a változást, és a változásunk hatására elkezdenek minket követni, hogy akkor ők is részt vesznek ebben, és ők is tanulnak, és ők is egy jobb életet akarnak, mert látják, hogy a miénk egyre jobb. Szerintem ennél nagyobb öröm nincsen egy szülő számára. Bizonyára itt sokan vagytok, sokatoknak van gyereke, és tudja azt, hogy amikor a gyerek már túl van ezen a kamaszkoron, mikor ellenáll, és felnőtt lesz, de még előfordul, hogy ott is ellenáll, mert ő mindent jobban tud, mert hát ő a felnőtt, mi meg már a konzervek vagyunk. Ugye akkor az nagyon jó érzés, mikor egyszer csak az a fiatal felnőtt meg visszafordul, és azt mondja, hogy hát mégiscsak igazad van, és mégiscsak követlek, mégiscsak én is csak tanulok. És nekünk van most kamasz gyerekünk, ugye az egyik kamasz, mert hogy 4 már felnőtt van, majd 4 felnőtt van már, akiknek túléltük a kamaszkorát, szerencsésen, és ők is túléltek minket. Őnekik voltunk mi konzervek. Aztán most van kamasz lányunk, akivel, mivel amióta itt tanulunk 6 éve, ő ugyanúgy hallgatja az előadásokat, ugyanúgy látja, amit csinálunk, ugyanúgy együtt éli velünk a mindennapjainkat, a szervezésben is. Hát elmondom, azért vele sokkal könnyebb, mint a nagyobb gyerekekkel, amikor kamaszok voltak, mert ő érti, sok mindent ért. És hogyha azt is tudja, kommunikációs képzésen is részt vett, azt is tudja, hogy a dolgokat meg kell beszélni, hogy nem kell elfojtani. És pedig higgyétek el, hogy most például itt, ahogy Jácint már ma egyszer mondta, hogy itt a gyereknevelés coachképzésen feljöttek olyan felismerések számunkra is, az ő számára is, hogy most értett meg olyan dolgot, hogy 3-4 éves korában mi történt vele, és hogy lett ő befolyásolva, amitől ő neki elfolytásai vannak a mai napig. És most ismerte fel ő, és aztán nagyon jól megbeszéltük ezeket a dolgokat. És ez egy olyan segítség lesz, amitől, hogy ezt fel tudjuk közösen dolgozni, meg tudjuk beszélni, hogy ő már nem fogja tovább vinni, és nem fogja az életébe ezt teherként cipelni,
és még többet rápakolni, hanem igenis dolgozunk a megoldáson. És ezek nem egyszerű dolgok, de 17 évesen ki ismer fel ilyet? Tudtok ilyet? Tudtok olyan kamaszt, aki ezzel szembesül és megérti, és a szüleihez fordul segítségért, hogy na gyere, beszéljük meg, és segítsünk, segíts nekem. És erre mondom azt, hogy amit itt kapunk tudást, az egy áldás. És nagyon csodálatos dolog az, hogy nekünk itt mindannyiunknak megadatott, hogy ebben az áldásban részünk legyen. Tehát fogadjátok el azt, hogy kiválasztottak vagyunk erre a feladatra, amit itt kell tennünk. Hogy minél több ember részesülhessen ebben az áldásban, és akkor minél több ember bejuthat az aranykorba. Tehát ettől ilyen nemes ez a feladat, és valóban nem mindig könnyű, mert vannak nemek, vannak ellenállók. De ők is tanítanak minket. És az a jó ebben, a tudásban, hogy mi azt is tudjuk, hogy miért mond nemet. Tehát, hogy ismerjük, tehát, hogy onnantól kezdve, hogy pár mondatot beszélünk már vele, már tudunk róla mindent. Nem kell, hogy kitöltse az űrlapot, teljesen mindegy. Akkor is tudjuk, hogy működik, hogy miért viselkedik úgy, miért azt mondja, tudom, mit fog válaszolni. És ez az emberismeret, amit itt tanulunk, hát ez, szerintem ez csodálatos. Tehát, és még mennyi mindent nem tudunk. Tehát, hogy amikor 12-3 éves dolgok jönnek elő, hogy Úristen, és még ezt is meg kell oldanunk. De itt van a megoldás. Tudjuk a megoldást. Nem esünk kétségbe. Nem probléma számunkra, hanem nekiállunk, és szépen megoldjuk. És ez nagyon-nagyon jó. És hát ugye van egy, most lesz 12 éves a fiunk. Ő most lesz kamasz, de már kis kamasz. És tudjátok, milyen jó az, ugye, mondta Szedlacsik Miklós, hogy akkor kell a gyerekkel beszélni, amikor ő akar. És amikor szombaton reggel arra kelek föl, hogy oda kuckozza magát a 12 éves fiú az ágyba mellém, és akkor anya, beszélgetünk egy kicsit? Hát persze. Mert régebben is úgy volt, hogy oda jött, oda bújt, úgy ment előtt iskolába, most már nem jön iskola előtt oda, de szombaton mégis oda jön. És akkor elmondja, hogy mi volt, hogy ő neki, mi fájt, hogy az ottan nem jól esett. Megbeszéljük, elmondjuk neki, és az iskolába tanítják őt rendesen, tehát kap olyan feladatokat, amit a segítségünkkel viszont megold. Ő 10. hónapban született most októberben, és ő a legidősebb az osztályukban. És hát vannak 9-en vannak az osztályban összesen, de abból vannak kemény gyerekek, 2 kemény gyerek, akivel nap mint nap kell küzdenie, és nap mint nap küzd azzal, és van, amikor sikerül neki, hogy érzelmileg ne érintse meg őt az, amit velem üvölnek, és hogy hátat fordítson nekik. És képzeljétek el, hogy ennyi idősen megtanulja ezt, mert nap mint nap apa reggel az iskolába menet elmondja neki, figyelj oda rá, tudod, ne menj bele az utcájába. És akkor már úgy megy, felkészülten, akkor hazajön, akkor hogyha van, hogy örömmel mondja, hogy na, ma jó voltam. És aztán van olyan is, amikor lógorra jön haza, hogy hát most nem, és akkor nincs jó kedve, de akkor leülünk egyből, megbeszéljük, átbeszéljük, és utána már mosolyogva megy tovább játszani, vagy foglalkozni, amivel akar. És nem maradnak benne ezek az elfolytások, ezek a tüskék. Tehát, hogy ő akkor már nem fogja ezt tovább inni. De ha nem tanulnánk itt, ha nem lenne ez a tudásunk, akkor ez mind nem így működne. És kimenne az életbe egy olyan gyerekként, mint a társadalom nagy részében levő gyerekek. És az nagyon nem lenne jó, mert ő is tanítani jött. Ő is úgy született, ő neki 9-es a sorsfeladat száma, de nincsen más száma, csak 2-ese és 1-ese.
azon kívül 2011. 10. 22-én született, tehát nem egy egyszerű életet vállalt be, de én azt gondolom, hogy azért született hozzánk, hogy ő ezt az életet meg fogja tudni oldani, és jól fogja csinálni, mert tele van szeretettel, és elfogadja azt, amit mondunk. Most még remélem, hogy ezt ha betölti most a 12. életévét, akkor innentől is így lesz. Úgyhogy én mindenkit csak arra buzdítok, hogy jöjjön ide tanulni, mert ez egy nagy áldás, ez a tudás, amit itt kapunk. És tapasztaljátok meg. Mert mondhatnám, hogy nem kell elhinni, amit mondtam, de ez tény, amiket elmondtam. De tapasztaljátok meg ti is. Mert akkor sokkal boldogabb életet fogtok élni. Sokkal jókedvűbbek, jobb hangulatúak, sokkal jobb emberré fogtok válni ezáltal a tudás által. És a világnak jó emberekre van szüksége. Sokkal jobb emberekre, mint akik most vannak a világban. És nagy feladatunk van, hogy ezeket az embereket megtaláljuk, és ide hívjuk, ide, hogy ők is itt tanuljanak, és ők is itt legyenek velünk, és hogy együtt építsük fel az aranykort, amire mindenki vágyik. Mindenkinek jó utat kívánunk hazafelé, és sok sikert! Köszönöm!